Sziasztok! Ezúttal ismét tőlem láthatunk egy PvP csatát, de sajnos replayről, ugyanis ezt a mágába se volt eredetileg fölvenni. Az Objekt 155-ről szerettem volna egy rövid bemutatót készíteni, és úgy gondoltam, hogy először leszorzózom. Csak futok vele egy gyors lazakört. És hát viszonylag jó sikerült, úgy gondoltam, hogy ennek ellenére csak megmutatom. És az Objekt 155, ez ugye egy Tier 3-as MBT, most egy Tier 4-es matchmakinget kaptunk Low Style Land-en, és eredetileg ezt a beta tesztereknek és azoknak, akik a stressz teszten részt vettek, adták ajándékba. Hát Tier 3 vannak ettől jobb prémiumok is, ennek be lehet lőni viszonylag könnyen a tornyát is, ami nagy érdemes mellette szól, hogy gyakorlatilag egy az egyben úgy néz ki, mint a T55-ös. Ez, én úgy gondolom, viszonylag szép jármű. Viszont vannak nála jobban használhatóak. És itt Lost Island-en ugye MBT-vel vagy középre szoktam menni, vagy itt a északi részen. Most északot választom. És ugye látjuk, hogy csapat nagy rész az inkább ott a közepét és a déli rész preferálja. Nálunk itt mindösszesen idáig MBT-vel egyedül vagyok. Jön még egy Swingfire és egy AMX 10P. Ők nem nagy segítség. Legalábbis MBT-kre bukkanak, akkor nem. És ugye csak erre fordul a Dragoon és a Lab-159-en, és valami egy T-54. Na most ő ugye MBT, de ő az egyetlen Tier 2-es a csapatban. Itt van ez aki a bokrok között, ha nem figyelek, néha ráfutok. Most is sikerül kikerülni. És ugye rögtön egy T-64. A Tier 4-es MBT, ő lehet problémás. Először felnézek itt középen, hogy mit sikerül esetleg meglőni. Szép óvatosan várom, hogy akármikor jöhet lövés. És inkább középről várok lövés, hogy az elejét arra fordítom, mint oldalra jobb a cső lehajlásom. És várom, hogy kijön a Leo, és a saját Leónk úgy dönt, hogy lerommol. Biztos, ami biztos, így a Leopárdáját nem tudtam meglőni, mert csak egy pillanatra látszott ki, onnan a sziget mögül. Most itt tudtam volna lőni, de elénk állt a Leo, és most egyelőre nincs cél. Viszont itt jön a Type 59, és úgy gondolom nem lát, de mégis felszpotolódom. Így kaptunk is egyet. Két lövést elszalasztottunk, okos Leopárdunknak köszönhetően, aki aztán úgy dönt, el is megy. Most, hogy itt lerammolt, meg leblokkolt a két lövést, eleget tett itt, hogy ez a szánt sikeres legyen, és így elmegy. Középre próbálok segíteni, hogy ott a Sheridan, novice játékos, ők általában nem rosszak, hanem ott egy Type és egy Pattern. Ott a Pattern megcélzom, és no effect. Ismét. Ő pedig simán belő, ugye mint mondtam, sajnos a páncélzatunk nem az igazi, nem látni, hogy hova jött be a lövés. Szóval ennek köszönhetően fele HP-nk oda van. Próbálom ezt a roncsot kihasználni, a Dragoonnak a roncsát, és ahol megint rájuk lövöldözni. És a Type-ot nem ütöttük be. A Dragoon mögül csak a homlokpáncélom látszik ki, mikor előrébb jövök, és az is szögben áll. Ugye nem éri meg a játékba dönteni a páncélt, mert az oldalon puha, viszont ha ki tudjuk tenni csak a homlokpáncélt, akkor már megéri dönteni. Ez valami csoda folytán nem találtuk el a Pattern-t, így túlélte, a Type-nál pedig nem ütöttünk át. 12-15 elég rosszul áll a csata. Ideig van összesen egy darab sebzőlövésünk, ami valljuk be, szinte semmi. És a Pattern megint nem sikerül megcsípni. Egyszerűen el voltam átkozva ezzel a Pattern-nel. 11-15. Majd az OF-40 berohan a jolóba középre. Várom, és lekitolja maga előtt a többit. De nem. 9-15. Hát eddig nem sok mindent csináltunk. A közepére megy AMX 10P 90, próbálna egy picit fedezni, de nincs rá szükség, és akkor nézzük, kik törnek át itt, hiszen
ez oldal ránk hárolta, és most már eléggé előrétek az, hogy lőni lehessen őket, hogy itt egy Leo. No effect. Ez ugye most a játék rész, hogy kell a szerencsé, hogy ne legyen bagos ép. És a time-nak sikerül adni egy 2.36-ot. És a lövésekről még időben visszahúzódni. És miért csak az elejét dugom ki. És kaptunk a Scorpiontól HE-vel 25-et, úgyhogy tudjuk, hogy itt van valahol. Jó, ugye nem veszélyes ellenfél, csak az elejét látja. Most 28-at. És már meguntam, hogyha kinézek rá. És adunk neki vissza egy 2.36-ot. Ugye nem lent a T-64, még a Type, akkor lőhetnek simán 7-tel is, de nem merem megkockázni a 7-et. Itt a Leo megint kijön. Lepattant. Na, a Leo-ra azért nem egyszerű pattanni, de meg lehet oldani. Na, és viszont szerencsénk volt, kigyullad. De még elolt, ha 43 HP-n. Bízom benne, hogy leég. Itt a T-64-et jó lenne kilőni, hiszen egy lövéses, de ha kimegyek szemből is meglövöldöznek, túl sokat kapok, én még próbálom föntieket szedni. És most már a Type 59 és egy lövéses. Kis szerencsére, 2.62-re meg előfordult 2. És 5.12 az állás. Most viszont elég rendesen beütött a HE-val a Scorpion. Cserébe kilőnünk, ugye 2.49 HP. Elég sok embernek egy lövéses vagyok. És itt a Leo. Ez a T-54 lögdös, ami nem egy nagy öröm. Kilőjük a Leót. 5-10 az állás. És mögöttünk jön át egy Type 59. Azért elfordulom. Kiengedjük. És kilőjük. Meg is csak egy lövés volt, 2.62. Jön a Navi Sheridan. Kilőjük őt is. Közben a Scorpion kilőjük az AMX-10B-t. Így most már 4-6 az állás. 4-5, T-51 kilőtt a 64-est. 4-4. Elég szépen viszült a csapat. Ebbe a Type 59-be segítenem kell. Előre gurulok, hogy ránézzek. 256-os volt az AMX-10P. Lemegyek, hogy a Type ne lássa az alsó lemezen. Őt menetből kilőjék, de még a 10P is átüt sok helyen. Tier 3 AMX-10P. Tanulunk neki egy 2.38-t és töltünk hitet. 305. A Leo-s megcsapta egyszer, még 62 HP-je. És közben kezd idegesítő lenni a foglalás. Úgy gondolom, a Leo megbirkózik ezzel a 10P-vel. A Type pedig nem jön. Elindult, hogy hát kibukom a Type 59-ök is, de most már vissza kell indulni a foglalás reszetelni. Úgyhogy 2-2 az állás. Van 5 killünk és 3249 sebzésünk eddig. Akkor nézzük, hogy sikerül lehozni itt. Felszpotolódok egy pillanatra, de a Type kapás lövésből szerencsére nem lő rám. Már csak 110 HP-n van, ez most már mindennek egy lövés. És egy Swingfire áll a kebben. Hát ő a rakétával bármikor átüt. Jövőleg elfigyelni, hogy ne találjon el lehetőleg. És a Type 285 HP-n ott marad, miközben kilövi a Leót, mind a kettő meglőtte a másikat. 2-1 az állás. Be van töltve a Heat a Swingfire-nek. És ugye tudom, hogy a keppen van, mert keppen. Sietnek el, hogy még azelőtt végezzek, hogy a Type 59 odaér, hogy attól függően, hogy mennyi HP-ja van. Akárki, akárnek van szép ez a jármű. És megjelenik a Swingfire full HP-n. Sikerül bevinni neki egy hitet. Sajnos előre ki volt választva a páncéltörő, arra számít, hogy a Type ideér közben. Itt is van mögöttem. Swingfire elbújik oda, töltjük a hitet, mi hallott, úgy mondta az irányzónak, vagy a töltőnek a parancsnok, hogy hitet töltsön. És próbálom bekerülni a kő mögé, még mielőtt megérkezik a Type. Swingfire ide nem fogja belőni a rakétáját.
közvetlen megém, szóval megcsépjük héttel, és töltök páncélt előtt, mind a kettő kis HP-s. Kiengedem egy kicsit a type-ot, belövöm, és vége. Holott a type egyébként ég. Szóval a meccs végén, amikor mutatta nekem, ugye, hogy kilőtt ki, akkor láttam, hogy hátul a motortér ég. Meg hogy Philip Holzkló a parancsnok, tehát valószínűleg nem egy olyan ember, aki nagyon váltogatja a parancsnokokat. A 30 HP az sajnos elég volt neki az, hogy kilőjön. Így nem sikerült lehozni a csatát, sajnos. De elején túl passzív voltam, és így végére túl sok mindenki maradt, valamint a HP-m is túl kevés volt már. De önnek ellenére egész jó kis lövöldözés volt, volt legalább egy kis izgalom, ami kis térbe ritka. És hát nézzük, hogy mit hoznak az eredmények. És az első screenshoton látjuk a meccs rövid összefoglalását. Látjuk, hogy olyan túl sok meccsem nincs vele, hiszen még csak a kettes szinten jár a legénység, csak egy pár próbakör. És látjuk, hogy rég mentem vele, nem később vettem észre, hogy az a parancsnok, akit az MBT-ben inkább preferálok, Freya itt még nem volt benne, itt még Juan Carlos Miramón van, ő is elmegy, Freyát jobb szeretem, a meccs után ki is cseréltem. És ugye látjuk, van egy mesterlövész jelvény, egy tankász az 5 killér, egy vascsillag, a veszélyes csapat legjobb és egy spotter medál. Ez így összességében elmegy már. Látjuk a másik screenshoton, hogy kiket lőttünk ki, hogy kilőttük tier 4-ben a Navi Sheridant, kis HP-ről, hogy mondjuk fontos volt. Swingfire kapott 6-19-et, kilőttünk egy Type 59-et 306 HP-ről, másiknak adtunk 255-öt, hát sajnos ez kevés lett az, hogy kilőjük. Leo 1 kapott 976-ot, a másik Type 59 747, az AMX 10 543-t, Scorpion 276 HP-val kilőttük, és a Petőnből lőttünk 264-et, hát vele el voltunk átkozva rendesen. Picit több lövés ment el rá. És nézzük a csapatlistát. Itt látjuk, hogy a vascsillag mutatja, hogy elsők vagyunk. Ez a 4123 sebzésre és 9 spottal. És utána jön egy, szintén egy tier 3-as, egy Leo 2119-el. Utána mindenki 2000 alatt. Oda át pedig ugye láttuk Sheridant, hogy mondta, hogy Navi is valószínűleg jól játszik, azért 3544-et belövöldözött. Ugye Sheridan most erős lett nagyon a rakétaindítás miatt, és amúgy ott is mindenki 2000 alatt. És aztán nem igazán volt szerencsénk ezzel, tehát a legtöbb ember nem volt olyan veszélyes az ő csapatukban sem, de egyszerűen az elején túl passzív voltam, és én úgy gondoltam, hogy tier 4, várjuk ki, mi történik, és ott egy picit elment a meccs. Ha az elején egy kicsit agresszívabb megyek, akkor lehet, hogy hamarabb a gatyába megy az egész, de és lehet, hogy megnyertük volna. Vagy ha nagy meglepetésemre nem üt be rendszeresen az AMX 10 PL kis 25-es gépágyújával. Én tudom, hogy az objektek nem erős a páncél, de azért ez meglepett, hogy legépelt ott rólam egy csomó HP-t. Ha az a HP megvan, akkor talán a Type 59 nem vesz ki egy lövésből, és akkor maradék 30 HP-t már csak lelőttem volna róla valahogy. De a Swingfire-t meg látok, hogy nem olyan veszélyes. Na mindegy, ez most nem jött össze. És úgy gondolom, ez a sebzés az 5 kill-el már elmegy azért tier 3-osban, tier 4-es csatában, ahol nem volt túl sok tier 4-es. És akkor nézzük az utolsó összefoglaló eredményt, hogy 28 lövés, abból 23 találat 5 mellé. És hát itt a végén látjuk, hogy közel 5000 XP, meg 287 és fél ezer kredit, ez csalóka, mert fut boost is. Tehát igazából itt körülbelül, amit csak simán a prémium nélkülivel ír ki, az lenne valós prémiummal. Hiszen látjuk, hogy a buszoknál még van rajta egy 1875-ös szorzó. Így, ez annyira nem valós ez az eredmény. És ugye látjuk, hogy nagyon rajta van a kettes szorzó, és igazából hónapok óta ez volt az első meccs ezzel a járművel. Nagyon szépen köszönöm nektek a megtekintést, remélem hamarosan újra találkozunk, következő videóig, sziasztok!